Trianon 100 címmel nyílt meg a kiállítás a József Attila Múzeumban, amelyet az érdeklődők virtuálisan tudnak körbejárni. A közgyűjtemény a saját tárgyi, fotó és iratanyagán kívül a hatvani múzeum hímzett falvédői is fellelhetőek, amelyeken a békediktátum utáni időszak szlogénjei olvashatóak. Stábunk betekintést nyert, és most ezt önök is megtekinthetik. június 4-én a békediktátum 100. évfordulójára emlékezünk. Ebben az évben megyénk visszakapja a Csongrád család nevet, így összetettebb az idei megemlékezés. A járványügyi helyzet korlátozásai miatt számos nagyobb esemény elmarad országszerte és településünkön is. Ennek apropóján a József Attila Múzeum Trianon kiállítással idézi fel a békediktátum előtti és utáni éveket. A tálatot csak virtuálisan tudják az érdeklődők megnézni, azonban most stábunk betekintést nyerhetett Szikszai Zsuzsanna intézményigazgatónak köszönhetően, aki elmondta, hogy saját gyűjteményükből és a hatvani múzeum hímzett falvédőiből áll össze a látható anyag. Miért is fontos ez a falvédő? Tulajdonképpen az első világháború segítő propaganda hozta ezt elő, ugye nem csak falvédőket, hanem tálakat, faeszközöket, porceláneszközöket készítettek ebben az időszakban. Egy az, hogy segítették az embereknek a hozzáállását, vagy a háború támogatására jöttek létre, illetve később az ebből befolyt összegekből mondjuk a hadirokkantokat is támogatták. Ez az anyag akkor megmaradt. Később ugye a háború és a trianoni békeszerződés megírása után már ez ilyen családi emlékként maradt meg. Nagyon különleges a hatvaniaknak a gyűjteménye, tulajdonképpen 14-től 36-ig bezárólag minden korszakot, vagy minden nagyobb eseményt megelevenítenek ezek a falvédők, és ezt szerettük volna itt bemutatni. Ez az egyik része a kiállításunknak. A másik része, ahogy említettem, a múzeumunk történeti és néprajzi anyagából tevődik össze. A kiállítás elején látható a régi országzászlónak az eredeti makó címere. Ugye az országzászló mozgalom 925-ben jött létre, reflektálva a békediktátumra. Valahogy ki kellett fejezni az összetartozást, vagy az elcsatolt részekhez való lojalitásukat az embereknek. Szikszai Zsuzsanna hozzátette, településünkön 1942-ben avattak fel először országzászlót, amelyet 5 évvel később lebontottak, de 2017-ben újraállította Makóváros önkormányzata. Többek között még eredeti képeslapok, újságok is fellelhetőek, amelyekben a friss politikai eseményeket végigkövethették a makóiak. Néhány olyan tárgyat is bemutatunk, ami tulajdonképpen jelzi ennek a kornak a szlogenjeit, ugye a Trianonhoz kapcsolódóan nem soha, vagy csonka Magyarország nem ország, vagy vannak ilyen verses szövegek. Érdekessége a dolognak, hogy 22-ben még itt tartózkodik József Attila, nem soha című verset ő írja meg. Erről keveset beszélünk, és nagyon ritkán jelent meg, 89 után jelenhetett meg csak nyomtatásban, de például Juhász Gyula tudott róla, hogy ezt ő írta. Hogy most József Attila találta ki a nem soha, vagy már átvette ezt a szlogent, ezt nem tudjuk már felkutatni, de azt tudjuk, hogy a kor akkori költői, mint Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula reflektáltak erre a békediktátumra, kifejezték a nem tetszésüket, a véleményüket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatal József Attilára is ugyanúgy hatott. Az intézmény igazgatója megosztotta még a szódásszifon, töltényhüvely, kulacs és díszesláda történetét is, amelyek a szomorú centenárium alkalmából szintén kiállítva lettek. Nem soha című kulacsot, vásárhelyen készült kulacsot is bemutatunk ebben a kiállításban. Nagyon érdekes, mert hogy nagyon kevés maradt meg ezekből a darabokból. Van egy töltényhüvely, amit Mancikának készített egy úr, belevésve Csonka Magyarország, nem ország, Nagy Magyarország, Mennyország szlogent, 25-ben készült. Nagyon érdekes, hogy ez is megmaradt, és hát emlékül adta ezt Mancikának, illetve
található a kiállításban egy szódás üveg, amit az akkori rozsnyai szikvizes készített, és hát nemzeti színű szallaggal látta el, illetve festett rá, tehát nem szallag van rajta, hanem a nemzeti színek trikolor van ráfestve. Ez is nagyon érdekes, hogy ezekkel az apró gesztusokkal jelezték a nem tetszésüket, vagy jelezték a véleményüket, mondjuk egy-egy vállalkozó, vagy egy költő, vagy egy kézműves. Érdekes dolog, hogy itt mögöttem látható egy festett láda, amit a Forgatós Tánc Együttes bocsájtott a rendelkezésünkre, és adta kölcsön a kiállítás idejére. Ez egy makói festett láda, amit felújítottak, és át van festve, de látszik rajta, hogy 1940-ben festették, és a nem-nem soha, és a Kossuth címmel is rajta van. Tehát még 40-ben is mennyire erősen élt az emberekben. Ugye arról ne is beszéljünk, hogy mennyire ható és milyen negatívan hatott ez nem csak Magyarország egész területére, de mondjuk az itt lakókra, a városunk lakóira, vagy a város környéki települések lakosságára. Egy ország közepéből rögtön határmentivé váltunk, kereskedelmünk, elzáródott gazdasági kapcsolataink szerte foszlottak, ugye tulajdonképpen a vasúthálózatunkat is elcsatolták tőlünk, tehát nagyon-nagyon negatívan érintett bennünket. És hát ezeket a hatásokat szerettük volna ezeken a tárgyakon keresztül érzékeltetni. Mint megtudtuk, a tárlat további különlegessége a két tabló, amelyeken személyigazolványképek láthatóak. Kis határ átlépővel lehetett átjutni egyik országból a másikba, a határon túlra, és ezeket a kis határ átlépőket személyigazolványként használták, és hát fotót is kellett, igazolványfotót kellett készíteni, és a homonnai gyűjteményünkben a 20-as években nagyon-nagyon sok ilyen portrét készítettek, illetve személyigazolvány vagy igazolványképeket. Ezekből készítettünk két nagy tablót, megmaradtak eredeti határátlépő igazolványok, lehet látni a kiállításban a Dani család, ugye ők juhászattal pásztorok voltak, és jöttek, mentek, és földterületeik maradtak az elcsatolt területeken, ők megtartották, az ő igazolványukat is láthatják itt. A fotókon mindenféle korosztályt próbáltunk megjeleníteni, mindenféle vallású embereket, egyébként megjelenik a képek között József Attila is természetesen, de hát azok az emberek, akik földművesek voltak, vagy éppen polgárok, vagy éppen kisiparosok, ezeknek a képei is megjelenik. Nagyon jelképezte, nagyon jellemezte ezt a kort, és ebből készült két tablónk. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes ezeket végigböngészni, nézegetni, hogy kik is éltek akkor itt. A tárlat a József Attila Múzeum hivatalos Facebook oldalán már megtekinthető. Egyébként egészen szeptemberig díszíti a múzeum falait, így a szervezők remélik, hogy személyesen is elmélyülhetnek az emlékekben a látogatók.